A 108 gyakorlathoz 108 érzelem csatolódik, mint harag, beképzeltség, szeretet, barátság, bátorság, és ezeket az érzelmeket én nagyon szerettem volna júga nyelvén szankalpákkal megpecsételni. Például a beképzeltségnél az a szankalpa, hogy a szerénység felemel, hogy érezze a gyerek azt, hogy igazából miért is jó szerénynek lenni, és ehhez egy olyan júga puszt tartozik, amit hogyha elvégez a gyermek, akkor meg tudja érezni a testén ennek az érzelemnek az erejét. Vagy lehet az, hogy sírhat egy fiú, vagy lehet érezni olyan gondolatokat, ami nem igazán esztétikus, hogy el lehet mondani, hogy szomorú vagyok, hogy haragszok. El lehet mondani azt is, hogy bátor vagyok, és ezt szeretném megcsinálni, hogy tudjuk kifejezni önmagunkat, és mivel az egész világ arról szól, hogy fejlődünk, az emberi egyednek is a fejlődése az nem más, mint a mozgás. Amikor megszületik egy kisbaba, és végig küzdi magát a szülőcsatornán, az is egy mozgás, és utána, ahogy ő elkezd majd járni, van előtte egy év, amíg ő mozgáson keresztül szépen fejlődik. És mire ilyen szép nagyok leszünk, mint most, el szoktuk felejteni, hogy a mozgás az, ami olyan erőt és olyan fejlődést tud nekünk adni, ami egészen kihat odáig, hogy mit érzünk a bőrünkben, hogy hogyan vagyunk. Hogyan tudjuk elérzékenyíteni magunkat a gyerekek felé, hogy aztán a végeredmény az legyen, hogy a gyermek is tudjon érzékeny lenni, és a felnőtt is tudjon érzékeny lenni. Nekem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy a saját gyerekeim mit gondolnak rólam. És mindenféleképpen a fiamnak fogom először ezt a könyvet megmutatni, és utána persze a családomnak.